drinking and smoking. Can you feel it? Something's about to go on. Mehet, és repül a korong, de milyen gyorsan. A szív majd kiugrik, majd hallatszik egy paf, talált. Egy pillanat alatt rá lehet érezni a sportlövészet ízére, és könnyen meg is lehet szeretni. A sörétes sportok nem csak a vadászoknak kiválóak, bárki békésen, vérontás nélkül hódolhat, emelleg inkább férfiasnak tekintett sportnak. 60-ban is van rá lehetőség versenyezni, április 22-én például a 60-i Görbeéri lőtéren rendezték meg az országos Fehér József emlékversenyt a 60-i vadásztársuk emlékére. Mai napon a Magyar Vadászlövész Egylet keretein belül egy korongvadász versenyt szerveztünk, amelynek a Fehér József emlékverseny nevet adtuk. Emlékezve volt sportlövő és vadásztársunkra, Fehér Józsefre. Ezt a versenyt most már második alkalommal rendezzük meg, és hagyományteremtő szándékkal. A koronglőtéren biztosítják azt a lehetőséget, hogy a lövészet tényleg élménylövészet legyen. Igyekeznek olyan rugalmas és változatos pályákat építeni, ami minden szintű tudású lövő számára lehetőséget ad a lövészetre. Látszik is a résztvevők létszámán, mert az átlagos versenyzői létszám egy ilyen versenyen 50-60, maximum 70 fő. Nálunk már második alkalommal ebben az évben 100 főt átléptük a résztvevők létszámát tekintve. Négy pályán zajlik egyszerre a verseny, négy különböző pályán. Pályánként 6 korongdobó gép üzemel, és egy úgynevezett kotta alapján a lőállásokat váltogatva a versenyzők lövik a korongokat már, amelyiket eltalálják. A sportlövők az ország minden tájáról, sőt külföldről, Szlovákiából, Olaszországból és Romániából is érkeztek a 60-i országos versenyre. 8 kategóriában mérik össze ügyességüket, kezdő, amatőr, junior, felnőtt, szenior, veterán, valamint női kategóriában. Illetve az emlékversenyen külön vadász kategóriát szerveztek. Mióta versenyez? 4 éve. Hogyan jött a szerelem a korban? 11 éves korom óta vadász vagyok, vagy vadászni járok. 18 éves korom óta vadászok, és városi szinten volt koronglövészet a 4 vadásztársaság között, de csak pár darab korongra, és alig vártuk, hogy lőhessünk, és 19-ben elkezdtem járni ilyen pár darab országos versenyre, és akkor megszerettem, még jobban. A sportlövőkön túl is sokan keresik fel a 60-i pályát. Nagyon sok olyan sportlövőnk van, aki a belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó szerveknél dolgozik. Van annak néhány olyan, akik a honvédség berkein belül, és dolgoznak, és onnan érkeznek, de legnagyobb részben civilek. A koronglövészet, a sportlövészet része több mint 100 éves múltra visszatekintő sportág. Használatos még az agyaggalamb lövészet kifejezés is, aminek valós alapja, hogy a sportág hajnalán élő galambokra is történt lövészet. Ma már ezt meghagyják a sportvadászok részére, akik szívből ajánlják ezt a sportágat. Inkább a korongon kéne gyakorolni. Sokkal több értelme lenne, mint hogyha kimegy vadászni, és bosszankodik, hogy nem talál el semmit. Megsebzi a vadat, és még ráadásul nincs is sikerélménye. Elfáradna a lőtére, jó, nem olcsó, de sokkal jobb, mint hogyha a levegőből és azt se tudja, hogy hova lőnek a vadnál. A 60-i Görbeéri lőtér 2007-ben épült. Elsősorban vadászok és sörétes sportlövők keresik fel. Olimpiai számból ismert skate-trap pályával, de más pályákkal is rendelkeznek. Hogy került kapcsolatba? A lőtérrel? A lőtérrel, a lövészettel. Hogy jött a szerelem? Hát ez egy nagyon érdekes dolog volt. Először sem nekem van egy vagyonvédelmi cégem, ami már 1992 óta működik. És hát volt egy ilyen problémánk, hogy a fegyveres szolgálatot ellátó vagyonőreink, akik akkoriban voltak 40-50-en, a kötelező negyedéves lövészetet mindig mások kellett megtartani, és ezért fizetni kellett. És én úgy gondoltam, hogy van nekünk itt egy területünk, amit mi birtokolunk. Ide felépítettünk először egy pisztolylőteret, és miközben épült a pisztolylőtér, hát jöttek az ötletek, hogy hát miért nem van itt hely koronglövészetre, és miért nem csinálunk egy jó háromtusa pályát, legyen skeet, legyen trap, legyen toronykakas, akkor már tudjuk a klasszikus magyar olimpiai számokat is csinálni.
és hát így kialakult az, hogy itt a standard koronglövész pályákra ráépült egy parkour, illetve egy compact sporting pálya, sok géppel, ugye van több mint 40 korongdobógépünk, ezzel tudjuk berendezni a pályákat, és hát így változatosan tudjuk megrendezni ezeket a versenyeket. Mi magyarok erősek vagyunk sportlövészetben, bár nem kifejezetten a sörétes számokban. A koronglövészet a sportlövészet leglátványosabb száma, aminek során kétcsövű sörétes fegyverrel történik a lövés. Én financiális okokból kezdtem el ezt a pisztolyt lőtérépítést, aztán annyira beleszerettem ebben a dologba, hogy az lett belőle, hogy én versenylövő lettem. Szituációt lőttem, szituációs lövészetben van 3 országos bajnoki címem. Hát koronglövészetben nem dicsekedhetem ilyen nagy eredményekkel, mert inkább edzői funkciókat látok el, mint versenyzek. Ezt szeretem, ez a hobbim, ez a munkám mellett, ez kapcsolatban. Koronglövő számban eddig 3 olimpiai érmet szereztek magyarok. Az olimpiai koronglövészetnek jelenleg 2 fő verziója van. A legrégebbi a traplövészet, az újabb keletű a skeet-lövészet. Szokták mondani, hogy minden sörédlövészetnek ez a 2 az alapja. A skeet az egy olyan olimpiai versenyszám, amelynél képzeljünk el egy területet, ahol van egymással szemben 2 torony, ahonnan a korongok mindig ugyanazon a pályán jönnek, egymással szemben, és van egy félkörbe kialakított lőállás, pálya, 8 lőállással, és minden lövés után, vagy minden második lövés után pozíciót kell váltani a lövőnek. Ebben van egy olimpiai bajnokunk, ugye, illetve több olimpiai bajnokunk van, mert nagyon régen volt egy férfi olimpiai bajnokunk is, de a legfrissebb ugye szegény Igali Diana, aki már nincs közöttünk. Ő Athénban lett világbajnok, előtte Pekingben ugye azt hiszem 3. helyen állt a dobogon. A korongok gyorsan közel 110 km/h sebességgel jönnek ki a skeetgépekből. A másik olimpiai szám a trap. A trap, az pedig, azt úgy kell elképzelni, hogy van 10 méter előttünk egy trap gödör, aminek van egy teteje, és nem látjuk a gépet. A föld alól repül ki a korong, minden lövés után horizontálisan, vertikálisan változtatja a szögét, 86 különböző szöget tud lőni, és hát a mögött álló lövőnek ki kell találni, hogy most merre repül a korong, és azt kell leküzdeni. A harmadik a toronykokas, az egy 15 méter magas torony, ahonnan meghatározott pályán repülnek a korongok, és ott is a lőállásokat kell változtatni a lövőnek. Ebből a 3 versenyszámból áll össze a 3 tusa, amit a Magyar Sportlövő Szövetség, ami a Magyar Sportlövő Szövetség versenyszáma, az országos bajnokságot minden évben nálunk rendezik meg. A másik ág a korongvadászat, ahol a vadászati szituációkat leginkább megközelítő módon dobott korongokra történik lövés. A korongvadászat imitálja például egyes állatok mozgását. Nem állatokra lövünk, hanem korongokra, azonban a korongok úgy olyan korongdobógépek dobálják a korongot, amik képesek arra, hogy minden korong valamilyen szörmés vagy szárnyas vad mozgását próbálja imitálni. Ezért vannak nyúl korongok, vannak fűri korongok, vannak galamb korongok, vannak kacsa korongok, és ezek olyan mozgást produkálnak, ami azt eredményezi, hogy hát ha valaki oda tudja képzelni az állatot, olyan, mint a vadászlap. Mégsem öljük, sebezzük az állatot, hanem agyag, vagy hát ma már nem agyag, hanem homokkőből készült természetbarát korongokra lövöldözünk. A 60-i lőtéren a belügyminisztérium szervezésével meghívásos rendvédelmi, de vadászversenyt is rendeztek már. Ez egy drága technikai sport, ugye itt a lőszerárak, a fegyverek, az utazás maga az ország minden tájáról jönnek, ez sok-sok pénzben van. Éppen ezért mi igyekszünk az ifjúság nevelésére mindenféleképpen hangsúlyt helyezni. Próbálunk bevonni olyan fiatalokat, és szponzoráljuk őket magunk lehetőségeihez képest, illetve keresünk hozzá szponzorokat. Kevés támogatást kapunk a Magyar Sportlövők Szövetségétől is, illetve a Honvédelmi Sportszövetségnek is tagjai vagyunk, és tőlük is kapunk olykor-olykor, ha nem is mindig anyagi, de támogatást. És az a reményünk, hogy sikerül a fiatalokat bevonni ebbe a lövészsportba, mert hát ugye nem titkott szándéka, ahogy tudjuk a kormányzatnak is,
és mi is ezt tartjuk helyesnek, hogy a fiatalokat valamilyen szinten közelebb kell hozni a lövészethez. Nem mondanám ezt a csúnya szót, hogy militarizálni kell őket, de mégis valamilyen szinten elvinni ebbe az irányba, hogy saját magukat, a családjukat, az országukat, ha szükség van rá, meg tudják védeni. A 60-i lőtéren igazán élmény a lövészet. Lehetőség van szituációs és párbaj lövészetre, akciófilmekben látható fegyverekkel való lövésre.